Csia szereteted jár nekem, átviszlek tűfokon és ághegyen. Nagy méretű kutya vagyok, mégis öreg. Te is voltál fiatal, és én is öreg. Öreg férfiak, miért nem szerettek jobban? Őszülő hajatok a szélben lobban. Apukák vagytok, és mi gyermekként szipolyozzuk a szíveteket cseppenként. Egyszer hallottam, azt mondták egy reklámfilmben, kislánya szeretet az nem jár ingyen. Az összes pénzemet elégetném, kölcsönt is felvennék, ha érezném. Bácsi, a szereteted jár nekem, átviszlek tűfokon és ághegyen. Nagy méretű kutya vagyok, mégis öreg. Te is voltál fiatal, és én is öreg. Vicces és bölcstazának tetszik lenni. Vendégünk Cseri Anna. Hello, Anna. Szia. Sziasztok. Őszinték leszünk, mi imádjuk ezt a dalt Lolával. Megérkeztünk ma a sminkszobába, és egyből azt mondtuk, hogy a bácsik. Imádjuk a bácsikat, és képzeld el, hogy van egy 4 hónapos kislányom, és amikor készültem az adásra, akkor természetesen minden dalt meg szoktam hallgatni, és ő is szerette, elkezdett kacagni. Ez, jó, mondjuk ez lehet, hogy abból is fakad, hogy bábrendező is vagy, de mondjuk ez nem egy gyerekdal, de mégis lehet, hogy benne van így a tudatod alatt, hogy az a gyerekeknek is kell, hogy tetszen ez a dal. De térjünk is rá, miért a bácsik? Igen, erre reflektálva már volt egy gyerekrajongóm, aki küldött egy videóüzenetet, amivel ezt a dalt énekli, úgyhogy lehet, hogy itt egy hatalmas generációs szakadékot sikerült áthidalni gyerekek és bácsik között. Nekem nagyon különleges kapcsolatom van apukámmal, én egy késői gyerek vagyok, és én észrevettem, hogy más bácsik társaságában is hamar elérzékenyülök, és nagyon kíváncsi vagyok a történeteikre, és én ebben kifejezetten hiszek, hogy az idős embereket meséltetni kell, mert náluk vannak a sztorik, és szerettem volna ezt a tiszteletemet dalba önteni. Ez már a 3. dal, amit hallhatunk tőled, és tényleg itt a témaválasztás is annyira különleges, és ehhez olyan bátorság kell, hogy ennyire egyedi merj lenni. A magánéletedben is hiszel ebben a kicsit bájos humorban, úgymond szereted az ilyen kis flúgosabb dolgokat? Hát igen. Hát azt gondolom, hogy valahogy az életet nehéz lenne elviselni humor nélkül, és igyekszem a mindennapi eseményeimre valahogy egy ilyen egyedi perspektívából tekinteni, hogy valahogy fel tudjam dolgozni, hogy történnek a dolgok. A dalhoz készült egy nagyon vidám, tényleg nagyon kedves, humoros videóklip is. Kik a bácsik? Volt-e bácsi casting? Mert nagyon jó választás mindenki. Köszönöm, akkor hívj minket. A nénikre. Mi már csak a nénikbe férünk be, Lola. Hát igen. Volt bácsi casting, és szerintem sikerült a legtökéletesebb bácsikat kiválasztanunk. Ők statiszták, civilek, és innentől szerintem örökké bácsik. De minek kellett egyébként, hogyan zajlott ez a casting? Tudsz-e táncolni, hogyan bácsi? Kell vagy hogyan kell tényleg, hogy zajlott? Hát szerepelni vágyó, táncolni, mulatozni szerető idős embereket hívtunk videóklip forgatásra, és elég sokan jelentkeztek, szóval szigorúnak kellett lenni, és nem szabadott hagyni, hogy elérzékenyüljünk minden bácsi fénykép láttán. Hogyan zajlott a forgatás? Hogy érezted magad? Azt mondtad, hogy életed egyik legjobb napja volt, ezt tudjuk. Igen, ez volt életem egyik legjobb napja. Hát nagyon bájos volt az egész, szóval pont az, amiről szerettük volna, hogy szóljon a klip, az, hogy bárkorban nagy a különbség köztünk, de mégis mind emberek vagyunk. Ez valahogy nagyon megmutatkozott a forgatás alatt, hogy annyira bájos volt az egész, meg kedves, és hogy ott együtt gengeltünk a bácsikkal, és fáztunk, és hisztisztünk. Nagyon jó volt. Én imádok klipek alatt kommenteket olvasgatni, ez az egyik hobbim, és nagyon tetszett egyébként, hogy már a nén is folytatást követelik azok, akik téged hallgatnak. Gondolkodtál ezen? Hát bevallom, addig nem jutott eszembe, amíg nem kaptam több ilyen erőteljes kérelmet, de most viszont már azt gondolom, hogy ez elkerülhetetlenül jönni fog a néni folytatás.
amiben benne leszünk. Gőzerővel, borzalmasan rosszul esett Hanna, hogy igen, ezt jelent, nem baj, majd ezt lemecseljük a beszélgetés végén. Gőzerővel készülsz a lemezbemutató koncertedre. Mi minden lesz ezen? Mennyire izgulsz? Ez az első, mondhatjuk azt, hogy találkozás a közönséggel? Igen, mondhatjuk ezt. Hát rettenetesen izgulok, tehát már most, május 19-én lesz ez a koncert, és már most álmomban így azon gondolkozok, hogy mit kell majd mondani két szám között, szóval szörnyű. Hát nagyon sok minden tartogat ez az album, elég sokszínű, mint témájában, mint stílusában, hogy csak néhányat említsek, ha lehet spoilerezni. Lehet. Szó lesz párkapcsolati nehézségekről, pánikbetegségről, munka helyett Netflixezéssel töltött napokról, illetve Mayer Zolikáról, aki a Facebook Marketplace-en eladott nekem elvtelenül egy telefont, amit aztán letiltottak. Úgyhogy az például műfaját tekintve egy bosszú rap, egy gangster alkotás lesz. Azt is említsük meg, hogy ugye bábrendezőként dolgozol, és most ebben a hónapban egy új kihívás elé nézel, erről röviden mesélj nekünk egy picit. Igen, most szerződtem a Budapest Bábszínházhoz ilyen zenei vezetőként, és hát kíváncsi vagyok, hogy ez mit tartogat, és emellett pedig ilyen előadásokat rendezek különböző bábszínházakban. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, sok sikert a lemezbemutató koncerthez.